Tisztelettel köszöntök én is minden kedves résztvevőt megjelentett. Körülbelül 2 hónapja, 3 hónapja egy annabálon voltam itt utoljára, akkor is voltak érdeklődők interneten, akik megkérdezték, hogy mit kerestem én itt az annabálon. Úgyhogy Paksnak egyébként Balatonfüred, de régi a kapcsolat, és itt működik nekünk egy rekreációs központunk, annak keretében egy közös kikötőt is üzemeltetünk. Tehát ennek kapcsán ugye voltam az annabálnak a egyik megnyitónak fölkért vendége, és akkor akik ugye egy kicsit, hogy mondjam, kellően hozzá akartak szólni, mondták, hogy végre akkor sugárzó arcú hölgyeket lehetett látni az annabálon, nem csak szépeket, hanem akkor biztos kifejezetten sugárzó arcúakat is, hogyha itt volt a atomerőműnek a valamikori vezérigazgatója. Úgyhogy én itt is föl lehet tenni a kérdést, akik éppen akarják, hogy akkor mit keresünk mi itt, hisz ugye mi az energiatermeléssel, energiaelosztással foglalkozunk, és akkor mi közünk nekünk egy ilyen fórumon való megjelenés. Ez azt gondolom, hogy nagyon sok közünk van, hisz azt mindenki tudja, hogy informatika technika nélkül az energiatermeléssel megy, illetve most már az a világ fog kitárulni, amikor meg végképp nem fog tudni működni, hisz önmagában eddig is egy irányítási rendszerbe tartoztak az erőművek, és akkor ez nagyon fontos, hisz ugye ez az egy olyan energiatermelő rendszer, az erőművek, amiben nem nagyon tudunk mi Magyarországon tároló kapacitásokkal bírni, és akkor mivel ugye a fogyasztónak az igénye és a megtermelt mennyiségnek a egyensúlyát minden esetben biztosítani kell, ez anélkül nem megy, hogy fejlett informatika technológiát tudnánk rá, tehát információ technológia nélkül nem megy. A másik pedig, ha ezt még inkább akarjuk, hogy a megújulókat a rendszerbe be tudjuk engedni, és a megújulókkal együtt tudjunk működni, és a szándék az pedig egyértelműen látszik, hogy a naperőművek telepítése az megkezdődött Magyarországon, a szélnek az engedélyezési eljárása gyakorlatilag telepítési eljárás az gyakorlatilag lehetetlenné teszi most, hogy szélerőművekről beszéljünk, de minden esetre a megújulókban ugye jelentős kapacitás fog a következő időszakban megjelenni, és ennek a kapacitásnak csak úgy lehet kellően hatékony az teljes energiarendszer, hogyha ezt egy jó informatikai háttérrel is ellátva együtt tudjuk hatékonyan működtetni. Ha visszatérünk az elejére, hogy tulajdonképpen akkor kell-e az atomerőmű, mert hogy önök majd nekünk jó szóvivőink lesznek, vagy szószólóink, hogy akkor kell-e. Mi azt tudjuk mondani, a jelenlegi folyamatos 32% importtal üzemel Magyarország. A decemberi hideg időben, amikor a mátrai lignit, az külszíni fejtés, a 10 fokos, mínusz 10, 17 fokos hidegben lefagyottak, 54% importtal mentünk, és a határkeresztező kapacitások közül bármelyik kiesett volna ebbe az időbe, és télen esély van rá, hisz egy 3 éve, akik mondjuk Gödöllő térségébe autóztak, láttak, hogy azok a nagy 400 kilovoltos távvezetékek hogy gyűltek össze a jegesedés, hónus eső miatt. Tehát ha ilyenkor bekövetkezett volna még egy határkeresztező kapacitás sérülés, akkor óriási gondjaink lettek volna. Tehát ez a kitettség, ez nem megengedhető, és úgy tulajdonképpen nincs fejlődés, hogyha nincs olcsó energia, akkor nem tudunk olcsó munkahelyeket, nem tudunk ide csábítani befektetőket, hisz azt gondoljuk, hogy azt az irányt kellene, nem olcsó munkaerővel kellene ide csábítani a befektetőket, vagy a magyarországi akár üzemépítőket, hanem olcsó energiával, és a munkabér az pedig közelítse a nyugati szintet. Tehát ezért egyértelműen az a elképzelésünk, hogy mindenféleképpen az atomerőmű az jelenleg is a legolcsóbban állítja elő Magyarországon a villamosenergiát. Ugye Magyarországon felhasznált villamosenergiának 30%-át Paks állítja elő, ez a hazai termelésnek több, mint fele, és ezt szeretnénk, hogy itt a kapacitás fenntartás vagy kapacitás bővítés az átmenetileg bővül, ez 32
37 között az 1-4 blokknak a meghosszabbított üzemideje is le fog járni, ezért azt mondjuk, hogy kapacitás fenntartásról beszélünk, mert amikor 26-27-be kereskedelmi üzembe be tud lépni a két új blokk, akkor tulajdonképpen pár év párhuzamos üzem után tulajdonképpen az erőmű kapacitás fenntartásáról tudunk beszélni. Elhangzott az is, hogy akkor ennek a engedélyezési eljárásánál ezeknek a blokkoknak hol tartunk. Körülbelül 300 egyéb engedélyt szereztünk már be, de 1600 engedélyt kell majd beszerezni, különböző gyártási egyéb, de a leglényegesebb engedélyek, amik megszerzésre kerültek, a környezetvédelmi engedély. Ezt megelőzte az engedélyezési eljárásnak része, hogy akkor 41 településsel voltunk mi szorosabb kapcsolatban az erőmű környezetében, azoknak a tájékoztatása, közmeghallgatás Pakson, és utána 7 külföldi országban, volt amelyik országban 3 helyen, például Romániában. A legaktívabbak Bécsbe voltak a ellenzők, ugyanazok, akik akkor megakadályozták a osztrák atomerőmű indulását, azok közül még egy pár idősebb hölgy élt, és ők nagyon aktívan. Tehát érdekes módon a fiatalok közül sehol nem vett részt senki aktívan az atomerőmű ellen a külföldi meghallgatásoknál. Németországban is tulajdonképpen mi többen voltunk a meghallgatáson a magyar delegáció, mint a német érdeklődők, és ott is a német környezetvédők tulajdonképpen fölkért szakértők, fizetésért fölkért szakértők próbáltak minket lebeszélni arról, hogy ez az erőmű nem megfelelő. A lényeg az, hogy a környezetvédelmi engedély úgy, hogy kell, a külső országok, akik bejelentették érintettségüket, azoknál is megtartva a közmeghallgatást, sikeresen abszolváltuk és jogerős. A környezetvédelmi engedély arról szól, hogy az erőműnek a környezetre való hatása az milyen. Nincs olyan kimutatható hatása, ami meggátolna az erőmű megépítésének lehetőségét. A telephelyi engedély a következő nagy engedély, ami rendelkezésünkre áll. A telephelyi engedély pedig arról szól, hogy a telephelynek nincsen olyan hatása az erőműre, ami azt gátolná meg, hogy az adott telephelyen az erőmű megépíthető. Hogy itt a sajtóban az elmúlt 2 hónapban fölrémlettek olyan cikkek és megemlítésre kerültek, hogy egy törésvonal van a Paksi atomerőmű alatt egyéb. Ez a vizsgálat során is korábban is tudott törésvonal volt vető, aminek az aktivitását azt egyértelműen megállapításra került több kutatási témaként, és ez az engedély is tételesen kitér rá, tehát ez nem egy elhallgatott, hanem műszakilag kezelt kérdés, hogy a következő 100 000 évben ennek az előfordulásának a valószínűsége a nullával egyenértékű, hogy ezt az erőművet tervezzük 60 év üzemidőre, és akkor egyébként meg úgy kell megépíteni az erőművet, mind az alaplemezét olyan méretezésekkel, mind a kettős kupola szerkezetet, az erőműnek a védelmét biztosító kupola szerkezetet is sokkal robusztusabbra fogjuk építeni, mint a nekünk mintául szolgáló leningrádi atomerőműnek a blokkjai. Ugye a Leningrád atomerőműnek nevezem, Szentpéterváron van, de az erőmű neve megmaradt leningrádi erőmű. Tehát tulajdonképpen ők lesznek nekünk a prototípus erőmű. Ugye elhangzott az elmúlt időszakban, hogy ez az új blokk, ez egy kísérleti terep, csak a környékbeli lakosok kísérleti nyulak lesznek. Ilyen még nem épült sehol a világban. Ez az erőmű 64-ben épült meg, nyomott vízes erőmű, az első ilyen blokk, és azóta csak a teljesítménye változott, illetve sokkal modernebb, sokkal biztonságosabb rendszerekkel lett kiegészítve. Amit 64-ben, Novovoronyezsbe megépítettek, és az első magyar delegáció is azt tanulmányozta, ahhoz képest már a Paksi 1-4 blokk is jóval modernebb volt, hogy ezt a 70-es években szerződtünk, és 82-87-ben lettek üzembe helyezve, és ahhoz képest folyamatosan modernizálásra kerültek a blokkok,
ugye nekünk is a földrengésvédelmi megerősítéseket, hisz amikor még létesült az 1-4 blokk, akkor kritérium maga a földrengéssel kapcsolatban nem volt. Alapvetően a külső időjárási, például szél nyomásra kellett a épületeket méretezni. Tehát azt is tudjuk mondani, hogy akkor megnyugtató ezek a blokktípusok, rengeteg tapasztalattal bíró blokktípusok, a Paksi 1-4 blokk is nyomott vizes, ugyanaz a technológia, csak az újabbnak nem 440 a teljesítménye, hanem 1200 megawatt, és jóval több passzív védelmi rendszerrel van felszerelve, azt jelenti, hogy segédenergia nélkül is működő védelmek gondoskodnak arról, hogy biztonsággal az erő minden esetben leálljon. És ami még lényeges, hogy a primerkört két hermetikus burok veszi körül. Az egyik buroknak az a feladata, hogyha belső üzemzavar keletkezik az erőművön belül, és mondjuk rengeteg, mint mondtam, elemmel föl van szerelve, nem, tehát úgy mondjuk, hogy méretezésen túli üzemzavarokra is méretezve van, tehát nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan fog tudni sérülni a belső konténment, de tételezzük föl, hogy sérül, akkor azért van a kettős kupola, hogyha a belső kupola sérülés esetén is a külső a 100%-os védelmet ad, hogy a környezetben semmilyen sugárterhelés nem kerül ki. A külső kupola feladata pedig az, hogy megvédje egy esetlegesen rázuhanó repülőműtárgy. A repülőműtárgya jelenleg ismert legnagyobb, és az a föltételezésnek is az alapja, hogy tele van mondjuk a gép tankja kerozinnal, és ez a kerozin is, ha elég a kupolára zuhanó repülőgéppel együtt a kupola tövébe, akkor is biztonsággal az erőmű, mert le tudom állítani, hűtött állapotba tartani, és majd ez egy külön intézkedés kérdése, hogy utána mit lehet kezdeni, mennyire sérült ez a kupola, újraindítható, de itt mindig a méretezés szempontja biztonsági kérdések esetében az, hogy biztonsággal leállítható legyen, és utána hűtött állapotba tartható legyen, az akár korlátlan ideig, és erre is méretezve, arra is méretezve, mondom, méretezésen kívüli, tehát nem tudjuk elképzelni, ez nem volt még példa rá, hogy Csernobili típusú erőm az teljesen más működési elvű, az ugye grafitmoderátoros, itt, mint mondtam, víz a hűtővíz, azért VVR blokkok, és víz a moderátor is, nem grafit, és akkor itt, ha megolvad a zóna, úgy van kialakítva a reaktor tartály alatti tér, föltételezzük, hogy átolvad a reaktor tartály, akkor is a megolvad zónát az épületen belül, tehát olyan kerámia betétes burkolása van az alsó részének a reaktor tartály alatti térnek, hogy egyértelműen nem engedi, hogy kijusson ez az olvadék zóna. Tehát mi egyértelműen azt tudjuk erről a blokkról mondani, hogy Fukushima álló, minden feltételnek megfelel, és ugye nem kísérleti. Blokk 64-be építették meg az első nyomott vizes blokkot, és azóta ennek számtalan korszerűsítésen átesett változatát fogjuk megépíteni. Fölmerül még a környezeti hatás, hogy fölforraljuk a Dunát, és akkor a Duna élő világát tulajdonképpen kipusztítjuk. Jelenleg is úgy üzem az atomerőmű, hogy 120 köbméter per másodperc mennyiségű hűtővizet használunk az erőmű hűtéséhez. Ez a Duna legalacsonyabb vízhozamának is 10%-a, tehát amikor alacsony és nagyobb szárazság van, akkor is ez egy 10%-a. A következő blokknak a hűtővíz igénye körülbelül ugyanennyi lesz. A 1-4 blokkon 11 fokot emelhetünk a belépő Duna vízhőmérsékletén, az új blokkon ez a hőlépcső, ez 8 fok lesz összességében. Jelenleg is úgy alakul ki a Duna melegedése, hogy amikor kibocsátjuk az erőműből a fölmelegített hűtővizet, az akkor egy csóvaként a part mellett egy 80-100 méteres széles csóvaként megy tovább. Azt a feltételt minden esetben tudjuk, ami környezetvédelmi korlát, hogy a kibocsátási ponttól 500 méterre
30 foknál nem lehet melegebb a Dunavíz hőmérséklete. Ezt minden esetben tudjuk biztosítani, hogy körülbelül 600 méter normál esetben Paksnál a Duna mederben lévő víznek a szélessége, nagyobb mennyiségű víznél szélesebb, és ezt a következő blokknak a vízkibocsátása az nem ugyanebben a melegvíz csatornában fog történni, hanem egy párhuzamos másik melegvíz csatornában. Tulajdonképpen nem a hőcsóva hőterhelését növeljük, hanem a hőcsóva szélességét fogjuk, egy 100 méter helyett kb. 200 méter széles csóvát fogunk igénybe venni a 600 méterből, és akkor tulajdonképpen az a mondás, amit nevetni szoktak, mikor az Aszód úr előadta, tulajdonképpen mi a hatása Dunavíz fölmelegítésének, az a hatása, hogy amely élőlények jobban szeretnek a melegvízbe, azok beúsznak ebbe a csóvába, és amelyek nem szeretik ezt a 10 fokkal növelt hőmérsékletű csóvát, azok pedig kiúsznak ebből a csóvából, és van jelentős életterük. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy emiatt, és ugye számtalan hatástanulmány környezetvédelmi vizsgálat alapozta meg, azért is van környezetvédelmi engedélyünk, mert az azzal foglalkozik, hogy ez a Duna terhelés, ez most veszélyes vagy nem veszélyes, úgyhogy ez megállapít, hogy nem. Egyébként, amikor az első blokkok létesültek, akkor is a telephely az 4000 megawattra volt megkutatva, akkor is az volt a döntés, hogy majd további blokkokat lehet az erőmű területén építeni. A 80-as végek végén 90-ben két új ezres blokkot, akkor még ezres blokk volt a legnagyobb teljesítményű blokk, amit lehetett. Benne akkor eljutottunk az orosz féllel a kiviteli tervek egyeztetéséig, terület föltöltéséig, akkor a iparnak a áramigénye visszaesése azt okozta, hogy tulajdonképpen ezt a blokképítést el lehetett halasztani. Tehát egyértelműen akkor ez akadályozta meg. És hogy a napokban a kommentek szóltak arról, hogy én Paks 3-ról beszéltem, ez jó, mert van, aki majd akkor most Paks 3 ellen fog aláírásokat gyűjteni, meg egyéb, de Paks 3-ról én nem beszélhettem, mert 31 évig ott dolgoztam. Tudom, hogy a telephely alkalmatlan, nem fér rá. Több blokk arról viszont beszéltem, hogy nem arról kellene ma vitatkoznunk, hogy megépítjük adott esetben Paks 5-6-os blokkot, hanem arról beszéltem, hogy 30-ra a MAVIR prognosztizációjába 7000-5000 megawatt közötti teljesítményhiány várható, és ezt hisz az olajos blokkok elévültek már. Mátrai erőműnek a ideje tulajdonképpen a következő 10 évben szintén lejár, hisz el fog érni az 50 évet. Tatabánya, Pécs, tehát van mind a korábbi szenes, és most fatüzelésre vagy biomasszára átalakított erőművek helyzetét tisztázni. Tiszai 4 blokk áll, tulajdonképpen elég nagy energiahiány várható, hogyha nem lépünk, és ebbe az 5000 megawatt hiányba helye van a megújulóknak, ennek a megújulóba belefér a nap, a biomassz, a biogáz, és ehhez kell a jó informatikai háttér, mert ez csak akkor lesz hatékony, ha mondjuk az elektromos mobilitás és egy új mérlegkör, tehát a fő mérlegkör mellett egy olyan mérlegkört megalkotva, és akár kereskedve a közösségi közlekedésbe, a elektromos buszok, kukásautó, a személyközlekedésbe, autóknál, és csak az okosmérőkön keresztüli vezérelt töltésekkel, akkor azt gondoljuk, hogy ez az rendszer hatékonyan működhet együtt az alaperőmű, a nagykapacitás alaperőmű és a megújuló. Ha nem rendszerbe építjük meg, akkor a rendszer nem fog működni, drágább lesz, hisz ha délbe sütni fog a nap, akkor a napnak az energiájával vagy tudunk kezdeni, vagy nem, vagy Paksot le kell adott esetben terhelni, hogy elhasználjuk a napot. De azt gondoljuk, hogy erre azért vagyunk itt, és azért is van részemről illetékesség, hogy itt vagyok, mert azt gondolom, hogy ebben nagyon komoly közös munkát kell majd végezni, hogy rendszerként, ami eddig is rendszer, a villamosenergia rendszer, az ugye egy európai rendszer, akár egy spanyolországi üzemzavart, azt megérezhet egy magyarországi fogyasztó is adott esetben, tehát erre komoly
informatikai hátteret kell a későbbiekben, és ennek az informatikai háttérnek egy fontos szerepe az, hogy majd a megújulók és az alaperőmök együttműködését az nagymértékben támogassa, és ennek nekünk ugye nincsenek tározós erőműveink, nincsenek duzzasztó műveink, így az az egy lehetőség van, hogy helyette nekünk az elektromos mobilitást kell úgy fölépíteni, hogy ez egy tározós lehetőséget biztosítson a mi energiarendszerünkben. Hogy az erőmű építése során nem csak Pakssal fogunk foglalkozni, és 10-11 ezer ember lesz csúcsba, aki ott fog dolgozni, hanem szeretnénk a térséget is fejleszteni, az odaérkező munkásokat több helyen ellátni, elszállásolni, így az élelmiszertermelést, egyebet is a helyi piacról ellátni, ettetni. Ezért azt gondoljuk, hogy abba is a 41, illetve most már 47 település, akivel tartjuk a kapcsolatot, ott is szeretnénk, hisz ezeknek az embereknek a szabadidejét is le kell kötni, azokat a meglévő, ha már Budapesten alkalmazott, akár elektromos kerékpárt, akár kölcsönzést, de akár elektromos gépkocsi kölcsönzést, tehát minden olyan variációt szeretnénk egy szigetüzembe bemutatni, a nagy építkezés kapcsán egy térségfejlesztést is generálni, és ezzel akár az élelmiszertermelésnek a vertikális szerkezetét is hűtőházig mindennel eljutni, hogy később egy fenntartható fejlődést tudjunk a környékbe bemutatni, és akkor szeretnénk azt is bemutatni, hogy mi az az új együttműködés, amiben mondjuk egy térségi mintán keresztül az elektromos mobilitásra alapozva össze tudnánk rakni Magyarországnak ezt a rendszerét. Ugye fölmerül mindig az is a kérdések között, tehát itt ilyen blokkokat akarok mondani, hogy részben a fölmerült kérdésekre, vádokra is, amik velünk kapcsolatban, hogy majd szétlopjuk ezt a pénzt, amit a orosz hitelként kapunk, és akkor se erőmű nem lesz, építjük 40 évig, se pénzünk, és a nép majd nyögi vissza a hiteleket. Tehát ugye ezeket a kérdéseket is azért szeretném elmondani, mert ugye a szerkezet a szerződésnek nincs is módunk, hogy ezzel a pénzzel direktbe találkozni, mert megköttetett a szerződés, ami kimondja, hogy 80%-át az orosz bank fizeti, Oroszország hitelezi, 20%-át Magyarország. És a fizetési mechanizmus is olyan 110 számlára van osztva majd az erőmű fölépítésének a fázisai. Itt most tartozunk a 15 éves számlák kifizetésével, hisz a brüsszeli 16 hónapos fölfüggesztés alatt fizetési eseménye következhetett be. Most ott tartunk, hogy az első 10 számlát majd ki tudjuk fizetni az orosz félnek napokon belül. De az a lényeg, hogy úgy történik a fizetés, amikor a teljesítésigazolás megtörténik, az orosz fél kiállítja a számlát. A számlának két része van, egy 80%-os és egy 20%-os. Amikor mi egy bonyolult eljárás, a Magyarországon 8 szervezet érintett abba, hogy a számla leigazolásra kerüljön, és egy majd 100 lépcsős igazolási kérdéssornak a végrehajtása fogja ezt eredményezni, akkor visszakerül a leigazolt számla, az orosz fél utal 80%-ot az orosz fővállalkozónak, és az állami adósságkezelő központ utal 20%-ot, az állami adósságba 100%-kal kerül nyilvántartásra. A kamatokat a fizetés dátumától kell fizetni, előtte van egy fenntartási költség, tehát egy készenléti díj, amit fizetünk az orosz félnek, és nem váltjuk ki, tehát olyan elképzelésünk nincs, az is többször félreérthető módon lett a sajtóba kommunikálva, hogy jó feltétellel, ha vehetünk fel kölcsönt, akkor majd kiváltjuk. Arra költségtérítés nélkül előtérlesztési lehetőségünk van, tehát amikor az orosz fél által kifizetett számlát, ha jobb feltételekkel kapunk a nemzetközi piacon pénzt, akkor kiválthatjuk, előre törleszthetünk mindenféle költség, plusz költség térítés nélkül. Tehát ez a lehetőségünk van. Olyan szándéka nincs a kormánynak, hogy egy az egybe fölmondva orosz hitet helyett egy másik hitellel támogatnánk meg ezt a beruházást. Tehát ezzel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy úgy lett a konstrukció kitalálva,
fixáros, 12,5 milliárd euró, nem léphetjük túl, az Unió bebetonozta ezt is, ezt az árat, bebetonozta a konstrukciót is, hogy 55%-ot az orosz félnek közbeszerzésbe kell kírni, 45%-a az pedig tulajdonképpen majdnem a saját szállítási része, amit ő tud, a primer kört általában a főberendezéseket, reaktortartályt, gőzfejlesztőt, főkeringtető szivattyút, azt nem szokta kiadni, így akkor ezzel kell együtt élni. Be van vállalva az orosz fél részéről, hogy lehetőleg adni fog 40%-ot a magyar beszállítói aránynak, biztosításnak, és akkor ezek elég nehéz játékok, hisz akkor az orosz bank az orosz félnek azt előírta, hogy ő a hitelező, hogy az orosz beszállítás arány érje el a 60%-ot, tehát azért úgy érezzük magunkat néha ebben a sok feltételben, mint a nagymedve, aminek le van láncolva a lába, de azért fütyülnek, hogy táncoljon, ezt a táncot még tudjuk csinálni. Elég sok tárgyalás, egyeztetés van a orosz féllel, Brüsszellel, hogy ezt a táncot milyen zenével lehet jó alá támasztani, hogy föl se boruljunk mindig. Tehát ez is egy feltétel, de tudjuk végrehajtani. Az is egy feltétel, hogy itt a szerepeknek egyértelműek meg kell lenni. Tehát Paks 2 az a projekttársaság, aki a megrendelő szerepébe és az engedélyes szerepébe szerepel. Az orosz fél a szállító. Ezért a szállító, az alvállalkozó kiválasztását nem Paks 2, nem a magyar fél végezheti, hisz akkor a felelősség egyértelműsége az mindjárt megszűnik. Mindig a szállító felel az alvállalkozó az alvállalkozó minősítésért. Ebben a minősítési eljárásban értelemszerűen a magyar hatóság is részt vesz, illetve Paks 2 is. Ezért mondtuk azt, hogy az orosz fél fogja közbeszerzési eljárásokat kiírni, erre lehet majd a magyar szállítóknak is jelentkezni. Nekünk az a feladatunk, hogy lehetőleg olyan helyzetbe hozzuk a magyar szállítókat, hogy be tudjon ezekbe a közbeszerzésekbe vagy kiválasztásokba férni. Tehát a fölkészítés, a szerepnek a megismertetése fontos, hogy ebbe ők szerepet tudjanak vállalni. Úgyhogy itt is ugye félreérthető volt, hogy akkor senki nem kap munkát, mert akkor az orosz fél jelöli ki, de ez minden ilyen erőműves munkánál egyértelmű, hogy elkülönítettek a felelősségek, és a felelősségek egyértelműsége ezt a játékot követeli. Én röviden, mert ugye csúsztunk, köszönöm, hogy egyre többen jöttek be, én a 20 percet kihasználtam,